Köszönöm szépen. Nos, nézzük akkor a kettes témát. Az FF üzlet építése lépésről lépésre, ugye az üzlet építés heti havi tervezés életjelekkel. Miért fontos az, hogy életjelekkel? Hát először is, barátom, sokat hallottátok rólam, de ebben a, vagy tőlem, de ebben az egységben most így pont ideillik, hogy a kitűző a múlt, a pontérték a jelen, a vízió a célok, és az életjelek a jövő. Nagyon sokan pontértéket szoktak megtervezni hónapról hónapra, mindig megtervezik a pontértéket, és nagyon sokszor látom az űrzavart, az értetlenséget, nem értik, hogy miért nincs növekedés. Azért, mert csak a pontértéket tervezed meg. A pontérték az egy következmény. Olyan, mintha az autódat szeretnéd gyorsabbnak tudni, és mindig polírozod. Nem lesz gyorsabb. Oké, nem lesz gyorsabb. A pontérték az egy következmény. A pontértéket megelőzi valami. Az életjelek. És erre szeretnék rámutatni. Itt van Galileo Galilei. Mérd, ami mérhető, számold, ami számolható, és ami nem mérhető, tedd mérhetővé. Ez egy megfigyelés. 24-25-én vagyok a hálózati marketing szakmába, és az FFP üzletben most már 19 éve, és három alapvető üzleti szintet, a supervisor, assistant manager és a manageri szintet vizsgáltam meg. Korra, nemre, helyre, iskolai végzettségről tekintet nélkül az ország bármely részén nagyjából ezt a három életjelet vizsgáltam meg. Mivel ez egy szakmai dolog, ezért mindenképpen beszél meg azzal az emberrel, akivel te együtt dolgozol, hogy ebből most mi vonatkozik rád. Supervisory szintnél és a menedzser helyettesi menedzseri szintnél, amit igazán mérni tudunk, ugye a legfontosabb életjel az új belépő, de amit igazán mérni tudsz, az assistant supervisor, a kulcsemberek száma és a rendezvényre járó embereknek a létszáma. Ha valaki nem jár rendezvényre, bedarálja a társadalom. Jó, ez nagyon fontos, akkor így lehúzza, stb. És hogyha valaki egyedül dolgozik, egyre több ember van a csoportodban, de nem duplikálod magadat, nem tanítod, nem képzed ki magadat, pedagógus vagy, na itt aztán pedagógus leszel. Jó, te tanítod az embereket. És ki kell képezned arra, amit te csinálsz. Ezért másolódik minden. Mert azt tanítod, amit te csinálsz. És az assistant supervisorok, a front, assistant supervisorok, front az első vonal, akik hozzácsatlakoztak, száma pedig azért fontos, hogy nem mindegy, hogy most 2-3 vonalon van választási lehetőséged, vagy 20 vonalon. Mi az, ami biztonságosabb autó? A 2-hengeres, vagy a 12-hengeres? 12-hengeres, köszönöm. Ha 2-hengeresnek megáll az egyik hengere, akkor mi történik? Üzemképtelen. Ha 12-hengeres autó közül 2 henger leáll, lehet, hogy észre se veszed, nem? Itt is azért kell a szélesség, mert lesznek cserejátékosok a csoportodban. Lesz választási lehetőséged. Akkor leszel frusztrált, McDonald's honnan tudom. Akkor leszel frusztrált a saját csoportodra, amikor te ki vagy szolgáltatva nekik. És akkor vagy kiszolgáltatva nekik, amikor nem vagy elég széles. Amikor nincs választási lehetőséged. És akkor vagyunk jó vezetők, ha folyamatosan végezzük az alapmunkát. Az alapmunkát folyamatosan végezni pedig azt jelenti, hogy azt mondjuk, amit mi csinálunk. És amit mi csinálunk, azt mondjuk. Tehát én ugyanúgy, mint te, marketing, meghívás, meg ugyanúgy mondtak nemet, ugyanúgy megígérték, ugyanabban az üzletben vagyok, mint te. Ugyanúgy. És ezért tudom 2016-ban tanítani, hogy mit kell csinálni, és nem az, hogy 2008-ban lettem gyémán zafír. Hú, basszus, milyen régi volt. Jó? Mert akkor azt kellett csinálni, 2016-ban más kellett csinálni. Akkor kőbaltáztunk, még nem volt Facebook, meg YouTube, meg egyéb más ilyen dolog. Egészen megváltozott a világ. 10-12 év. Jó, ezért fontos, hogy folyamatosan edzésben legyél. Szeretném neked elmondani, hogy ez egy támpont. Ettől te eltérhetsz. Ha csoportomban vagy, akkor azt mondom, hogy gondolkodj el azon, hogy miért beszélek róla. Ha te megtervezed az előzős rövid, közép, hosszú távú cél, mint az előbb mondtam, ha megtervezel magadban mondjuk egy hónapot, vagy egy negyed évet, azt ugye havi célokra, havi célokat pedig heti célokra tudod osztani, bontani. A heti, meg látod, a heti tervező undorító módon napokra vannak bontva. És neked semmi más nem kell csinálni a heti tervezőnél, csak az első sort kitölteni. És a szponzorodnak, meghívódnak, a felső vonaladnak odaadod. Minden vasárnap este szoktam kérni, akivel együtt dolgozom, küldje el az elmúlt egy hét megvalósult adatait, és küldje el a következő hétnek a számait. Ezt van, aki csinálja pár hétig, van, aki egy pár hónapig, de mi lenne, ha ezt mondjuk éveken keresztül csinálnánk, és szokássá válna, nem? Fogmosás. Már az furcsa lenne, ha nem tudnál fogat mosni 1-2-3 napig, nem? Mert hozzászoktál. Egy szokást alakítottál ki. A tervezés is lehet egy szokás.
most nemrég tettem fel a Facebookra, hogy tervezz, erre hívlak föl téged. Itt van szeptember, történt, ami történt, adjál magadnak tisztalapot. Ki adjon neked tisztalapot, ha te magadnak nem az tisztalapot. Húzz egy vonalat. Történt, ami történt, innentől kezdve más életet fogok élni. De akkor tervezz. Ha nem tervezel, ha semmit tervezed. És vigyázz, nehogy megvalósuljon. Itt vannak a konzultációs lapon különböző paraméterek, a vargarobert.com rendezvénymenü pont alatt még utána tudsz nézni, és itt vannak azok az adatok, hogy te folyamatosan vezess statisztikát. Ellen Pease mondta, ő egy ilyen tréner, a nemverbális kommunikáció testbeszédnek egy nagyon ismert, világhírű trénere, hogy nagyon fontos dolog, hogy statisztikát vezess, mert a statisztikák megmutatják, hogy mit kell tenned. A statisztikák megmutatják, hogy mit kell csinálnod. Legyen határnaplód. Bármilyen furcsa, most lehet, hogy mosolyogsz, a társadalom nem ilyen. Embereknek nincs határnaplója. 99%-uknak, én korábban 97-et gondoltam, nem? Emberek 99%-ának nincs határnaplója. És mondok egy másik adatot. Az emberek 99%-ának állandó időzavara van. Soha nincs ideje semmire, érted? Napi 24 órát dolgozik, és se ideje, se pénze. Látsz valami összefüggést? Emlékszel, amikor mondtam, hogy ABC kategóriás feladat, és ő Z kategóriás feladatokat csinál. Meg kell vakarma fenekemet, így. Tehát ilyen nagyon fontos, magvas dolgok miatt nem lesz ideje arra, hogy az életét előre vigye. Nagyon fontos dolog a tervezésnél, hogy találd meg az arányszámodat. Ha te beszélsz, vagy kommunikálsz, vagy Facebookon üzensz, információt küldesz ki mondjuk 10 embernek, vagy 20-nak, és 20-ból csak 2 az, aki pozitívan reagál erre, vagy 10-ből csak 1, az nagyjából ugyanaz, akkor mi történik? Nemrég egy munkatársammal beszélgettem, aki mondta, hogy figyelj, Robi, valami gond van, valami nem megy. 20 emberrel beszéltem, érted, csak kettő volt nyitott, 2 érdekelt az üzleti ajánlat. Mondom, yes, szuper, tudod miért? Mert ha nincs meg az arányszámod, sötétben tapogatózol. A legnagyobb frusztrációt az okozza az emberek, mikor hasabolnak, és nem tudja, hogy merre megy, nem tudja, hogy merre van észak, kelet, dél, nyugat. De abban a pillanatban, ha már te tudod, hogy 20-ból 1, vagy 20-ból 2, akkor nem az a probléma, hogy 20-ból 2, az a probléma, hogy miért nem 200-ból 20? Miért nem 2000-ből 200? Miért nem 20.000-ből 2000? Oké? Tehát a mennyiség meghatározza a minőséget. A kiáramlás mennyisége meghatározza a beáramlás mennyiségét. Ez egy arány. Találd meg az arányszámodat, és onnantól kezdve tervezhető lesz az életed. A te kapcsolatrendszered, a te névlistád, a te lehetőséged 7 milliárd ember. Az, hogy valaki túrja, fúrja az órát, és megvéleményez egy milliárdos vállalkozás, miközben a feneke kilóg a nadrágból, és emiatt te eret vágsz magadon, tehát ne szórakozz már, ne csináld ezt magaddal. Neked van választási lehetőséged, neki meg 5-10-20 évente kopognak be, figyelj Jolánka, gyere, segítek neked. Oké, mert aki bekopogtad, az a villanyszámlás, a vizes, meg a behajtó. Jó? Te meg lehetőséget adsz neki. Mindig jusson az eszedbe az, nálam van a süti. Oké? Nálam van a süti. Itt van, én adok neked ajánlatot. Itt van a megoldás. Jó? Meg aztán sipolhat, nyüszöghet. Rendben? Tehát nagyon fontos dolog, mindent vezess, minden napra kész, este mindig csinálj magaddal egy rovancsot. Ha te elmész alkalmazottnak, 100-150 ezer forintért dolgozol valahol, este csináltatnak fel egy rovancsot. Oké? Mennyiért kell ebben az üzletben rovancsot csinálni? Minden este csinálsz magadon egy rovancsot. Ez azt jelenti, hogy egy számvetés, hogy mit csináltam ma. Ha ma hányszor szórakozok ezzel a dologgal, annyira élvezem, mert a siker nem tanító mester, csak a kudarcokból lehet igazán tanulni. És mindig este azt mondanám, ha ezt a napomat most újra élhetném, tehát holnap fölkelek és ma lenne, akkor mit csinálnék másképpen? És valamikor rájövök, hogyha kisekelek az ágyból, akkor se változna semmit az életem. Tehát jobb, ha inkább nem csinálok semmit. Persze nyilvánvaló, nem ez a cél, hanem az, hogy tanuljunk ebből, finomítjuk állandóan. És csak így tudsz előjutni. Jó? Tehát olyan dolog, hogy nem tervezek, és majd egyszer csak megleszek, nem lesz meg. Ha mindenki ugyanazt csinálja, ugyanazt, mint mondtam, akkor nem lesz belőle semmi. Befejezésül szeretném elmondani, hogy a következő 3-as számú előadás a kapcsolat erejéről szól, és a névlistáról. És itt megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy az élet minden területén tudod ezeket az elveket használni. Köszönöm szépen a figyelmeteket!